Mindszenty József a 20. századi magyar és katolikus egyháztörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja, személye példa korunk keresztényeinek is. 60-as, 70-es években, hogyha Magyarország nevét külföldön megemlítették, akkor Mindszenty bíboros jutott egyszerre Puskás öcsi mellett a külföldieknek az eszébe Magyarországról. Jól mutatja ez azt, hogy Mindszenty bíboros milyen nagy névre tett szert az egész világon. Az ő helytállásával, a küzdelmeivel, a magyarság megőrzésért, a katolikusság megőrzésért, és egyáltalán az egész vallásszabadságnak a megőrzéséért itt a kommunista tömbön belül. Jól ismerjük az életéből, hogy minden Isten és ember ellenes rendszer, diktatúra ő vele konfrontálódott. Bíboros úr sem zalaegerszegi hitoktatóként 1919-ben a Tanácsköztársaság idején, sem 1944-ben a Nyilasok érájában, sem 1948-tól a kommunizmusnak az időszakában nem hagyta magát, hanem nagyon keményen kiállt az egyház, illetve a magyar emberek érdekében. Bíboros úrra emlékezni mindig jó és öröm ünnep számunkra, hiszen ebből a hegyháti kis faluból, Szombathelyi Egyházmegyéből indult el, és lett azzá, akivé. El szoktam mindig mondani, hogy Mindszenty bíboros úrnak a személyiségét, az életét, a gondolkodását és a tetteit nem lehet megérteni Csehi Mindszent nélkül, a szülői ház nevelői és tanítói háttere nélkül. Mindszenty József szülői háza. Az elmúlt években több lépcsőben emlékházzá alakították, ahol személyes tárgyak, dokumentumok, fényképek segítségével az ide látogatók megismerkedhetnek a bíboros életével, munkásságával. Itt kapott helyet a Terrorháza Múzeum, a Magyarok Lelki Ismerete című tárlata is. A szülői ház felújítása az elmúlt évek egyik nagy eredménye, amely lehetővé teszi a bíboros emlékének megőrzését, személyiségének, életének bemutatását. Aztán vannak még terveink a harmadik ütemmel kapcsolatban. Szeretnénk kialakítani egy infrastruktúrális blokkot, mert az egyre több látogató már, én úgy gondolom, hogy ezt megkívánja tőlünk. És hát szeretnénk, ha nem egy olyan múzeum lenne miénk, ami nem élő, hanem élő. Mindig lennének emberek, mindig lennének, főleg nyára jó időben fiatalok, hittantábor, cserkésztáborra alkalmas. Közben megújult a templomok kívül belül 100%-ra, és hát minden falusi ünnepségünket, tehát legyen az valamilyen új épületnek az átadása, vagy valami, azt mindig úgy szervezzük, hogy az 29-én legyen, ezzel is tisztelegvén a bíborosnak a március 29-ai születésnapján. És hát 4 évvel ezelőtt elindult, több mint 4 éve most már, egy 29-ai engesztelő imást. Itt 6 órától 1 órán keresztül szentségimádás van, utána mise, majd körmélet Mindszenty bíboros boldog avatásáért. A bíboros kultuszának ápolásában nagy szerepet játszik, hogy sikerült felújítani a falu minden szentek tiszteletére szentelt templomát. Itt keresztelték meg Pemmi Józsefet, és itt mutatta be 1915-ben újmiséjét is. Itt kezdődött április 1-én a bíboros születésének 125. évfordulója tiszteletére megrendezett ünnepség. Dr. Pápai Lajos nyugalmazott győri megyés püspök volt a szertartás főcelebránsa, aki a Szent Mise kezdetén megáldotta az elmúlt hónapokban felújított barokk főoltárképet. Vas és Zala megyéből, valamint távolabbi megyéből is érkeztek zarándokok, papok, hogy tiszteletüket kifejezzék Mindszenty József emléke előtt. Szentbeszédében Pápai Lajos kiemelte, Mindszenty József ma is példakép, hogy végig gondoljuk, mit kell tegyünk, hogy felébresszük a 21. század magyar egyházát. A 6. Pál pápa mondta annak idején, hogy az egyház igazi reformátorai a szentek, és azok, akik tényleg a hitük szerint éltek, és a hitükből eredően mindent Isten országáért tettek, azok mindig példaképek lehetnek. És nekünk is mindig azt kell nézni, hogy nem visszafelé nézni, és nem ábrándozni, hogy mi volt valamikor, hanem az, hogy most és a jövőben mit kell tennünk.
Én azt mondom, hogy ez a legfontosabb. A Prohászka fogalmazta meg olyan szépen, amikor ugye beszédben is említettem, hogy alszik a magyar Pimasz, így nevezte az egyházat, hogy nyugodtan alszik, mintha semmi nem lenne, és ezzel probléma van, amit sokszor nem vesz észre. Úgyhogy, tehát azért gondolom, hogy Vincenti mindenképpen példakép lehet mindnyájunknak, hogy végig gondoljuk, hogy most mit kell tenni, meg a jövőben mit kell tenni, és a lényeges dolgokra koncentrálni, nem a fölöslegesekre. 1992-ben állítottak szobrot Csehi Vincenten a herceg prímás tiszteletére a falu főterén. Itt folytatódott az ünnepi megemlékezés, amelynek során egyházi és világi vezetők megkoszorúzták a bíboros emlékművét.